A nagyhagyományú rendezvényre a szervezők a programokat úgy válogatták össze, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, mondta város polgármestere Borga Ferenc. Addig élnek a hagyományaink, amíg ápoljuk őket, és ez a rendezvény erre kitűnő alkalom. Tamásinak számos testvérvárosi kapcsolata van, köztük Szupi László városával is, akik jelenlétükkel színesítették a programokat. Süli János a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tornamegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is meglátogatta a születi mulatságot. Hangsúlyozta, mennyire fontos a települések és azok értékeinek bemutatása egy-egy hasonló rendezvényen, melyre nyártól ismét lehetőség volt. A szület évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, jó borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozik. Ezek természetesen nem hiányoztak Tamásiból sem. A születi felvonulás különlegessége a városban, hogy a népviseletbe öltöző felvonulókhoz csatlakoznak az itt működő civil szervezetek is, akik egy-egy megállónál kis ízelítővel szolgáltak a közönségnek. A Tolnai Borút gondoskodott arról, hogy a közönségnek lehetősége legyen, ha ugyan nem is az idei szület eredményét, de az előző évek borait kóstolgatni. Ahogy Csenk Tamás elnöktől megtudtuk, 46 féle borral érkeztek a kétnapos rendezvényre. 46 féle borunk van, 46 féléből, vagy egy félédesből, vagy egy édesből, vagy egy száradból, vagy egy rozéból, vagy vörösből meg fogja találni a borát, tehát próbálkozni kell. A hagyományoknak megfelelően a születi napok alkalmával Tamásiban futóversenyt is szerveznek. Idén egy 1300 méteres pályán kellett teljesíteniük a frávokat az indulóknak.